Szó lesz a kanadai Törőcsikmari Filmfesztiválról is. Mindemellett néhány kulturális programot is a figyelmükbe ajánlunk, már is kezdünk! Most viszont Kanadába hívjuk Önöket, ahol második alkalommal rendeztek Magyar Filmfesztivált Törőcsik Mari emlékére, és a tegnap pont Törőcsik Mari filméről beszélgettünk, a Kiváló Szerelem című alkotásról. Hát azt hiszem, ezt most idén nem vetítették itt Kanadában a Torontói Fesztiválon. Jól tudod, Marci, idén egy másik filmet vetítettek, a Dérinél hol van címűt, de esetleg majd a szerelem is terítékre kerülhet, hogy a torontói magyarok is feleleveníthessék Törőcsik Mari alakját. Szeptember 27-e és 29-e között rendezték meg idén Kanadában a Törőcsik Mari Filmfesztivált. A Torontói Magyar Fesztiválon a Nemzet Színésze és a Nemzet Művésze címmel kitüntetett háromszoros Kossuth Díjas művész tiszteletére vetítenek. Na, a közönség láthatta egyébként a Koyot négy lelke és a Semmelweis című filmalkotásokat is. Filmvetítések, közönségtalálkozók, díjátadás. Három napig a magyar film körül forgott a világ Torontóban a Törőcsik Mari Filmfesztiválon. A második alkalommal megrendezett fesztivál az Ontáriói Magyar Örökség hónap egyik nyitó rendezvénye volt. A fesztiválnak nem csak az a célja, hogy a Torontóban és környékén élő magyarok láthassák a legfrissebb magyar filmalkotásokat, hanem az is, hogy a torontói, kanadai közönségnek is megmutathassuk azt, hogy a magyar filmgyártás mennyire nagyszerű, milyen nagyszerű alkotóink vannak, és mennyire jók a magyarok a filmgyártásban. A fesztivál díszvendégeként érkezett a Nemzet Művésze Koltai Lajos filmrendező operatőr Torontóban, aki Törőcsik Marihoz fűződő emlékeit idézte fel a megnyitón. A szervezők két filmje, a Dériné hol van és a Semmelweis című alkotások vetítésével tisztelegtek Koltai Lajos művészete előtt. Mintha itt se lennénk. Úgy próbáltuk a fesztivál programját összeállítani, hogy családok is tudjanak jönni, ezért lett a Koyot négy lelke című film. Szerettünk volna családi drámát is bemutatni, a Lefkovicsék gyászolnak egy ilyen film. Választottunk egy thrillert, a Mesterjátszmát, választottunk egy filmet Törőcsik Maritól, a Dériné hol van című filmet. Nyilvánvaló volt a Semmelweis és Koltai Lajos személye, és az 1968 című film pedig egy dokudráma, egy szerelmi történet, és úgy éreztük, hogy ez a hat film méltón képviseli a tavalyi év filmgyártását Magyarországról. A nagyjátékfilmek mellett három rövid film és egy dokumentumfilm szerepelt a fesztivál programjában. A Baska magyarul beszél, Baska József képzőművész gyermekkorának azt a megrendítő történetét idézi fel, amikor a Baska családnak 1947-ben a Szudéta vidékre való kitelepítés elől szekérháton kellett Magyarországra menekülnie. Az én család történetem, miközben nagyon sok embernek, százezreknek a története ez, akiket ért a deportálás anno a 1945-46-47 magasságában, Csehszlovákiában, és az a szekér, ami akkor a szüleimmel elindult, az idáig repített engem és a filmet és a történetet, úgy, hogy egy olyan közönséghez szól, ugyanúgy százezrekhez, akik elhagyva az otthonukat, új otthon teremtenek Kanadában, és mégis magyarként, büszke magyarként viszik tovább a nyelvet, nemzetségüket, és így összecseng ez a két történet, az a fajta otthon elhagyás, és mégis büszke nemzetség és büszkeség, amit édesapám egész életében hordozott, és amit szerintem nagyon sok kanadai megél itt, az otthonától távol. Éppen akkor egy fekete-fehér korszakát. A vetítés utáni közönség találkozón Baska Barbara rendezővel és Csáki Attila producerrel vitathatták meg a filmet az érdeklődők. Kitartva a saját nemzetségünk mellett. Ez egy nagyon fontos állomása a filmnek, amikor a filmalkotás, a filmalkotó és a közönség találkozik. Ezért is örülök nagyon, hogy itt vagyunk Torontóban, mert ez egy teljesen más minőségű találkozás, mint akár Magyarországon határon belül, vagy akár voltunk ugye a Kárpát-medencei turnén is a filmmel,
azok is más hatások, és itt a tengeren túlon pedig, ugye nemrég jöttünk meg New Yorkból, most itt vagyunk Torontóba, ez is egy egész más minőségű találkozása, és ez is a filmnek a története. A fesztivál közönségdíját, Pogány Gábor Benő szobrász alkotását a nézők által legjobbnak szavazott film kapja majd meg. Bizony érdemes figyelni a híreket, hiszen még nem derült ki, hogy ki nyerte el ezt a díjat.